A Ferencvárosi Torna klub szerződést hosszabbított két fiatal védőjével, Sie Erikkel és Valencsik Dáviddal. Erik a mögöttünk hagyott idényben az MB3 nyugati csoportjában bajnoki címet szerző csapatunkban játszott fontos szerepet. Ősztől pedig kölcsönjátékosként az NB2-es Soroksárban játszik. A mostani hosszabbítás azonban mindenképp jelzi, hogy a Fradinál bíznak a 20. életévét vasárnap betöltött balhátvédben. Ennél soha rosszabb ajándékot nem szeretik kapni szülinapomra, de hát ez egy óriási szerencse is, és siker is számomra, hiszen elég messziről kerültem ide, és nem vezetett könnyű út idáig. Sokszor nyilatkoztam már, hogy voltak problémáim magatartásban, stb. De úgy gondolom, hogy ez egy megkoronázása annak, hogy sikerült javítanom ezeken a problémákon, és úgy érzem, hogy jó úton vagyok a cél felé, amit szeretnék elérni. Következő szezonban először is szeretnék rendszeres játék lehetőséghez jutni az MB2-ben, Soroksáron, és hát minél hamarabb szeretnék visszakerülni az első csapathoz és bekerülni a kezdőbe. Valencsik Dávid a 2015-16-os szezon töltötte Soroksáron, ahol alapember volt a védelem tengelyében. Mivel az MB2 csak másfél hete ért véget, Dávid pedig a felkészülés Tomasz Dol keretén kezdte meg. Pihenésre nem sok ideje jutott a szerződést hosszabbító közép hátvédnek. Nagyon sikeres, inkább tavasznak tavaszt tudunk magunk mögött. Ősszel kicsit ilyen tanuló év volt a számomra, de a tavasszal kijött a lépés nekem is, és a csapatnak is, és sokat fejlődtem, és hála Istennek ez az eredményekben is megmutatkozik. Kemény munka folyik, nem volt sok szabadidőm, ugye 4 napom volt, de ez összességében pozitív is, hiszen nem kellett a aljáról kezdenem, és edzésben vagyok, úgyhogy nagyon örülök neki, és dolgozom. Most, amíg néhányan az Európa-bajnokságon vannak, ez lehetőség, plusz lehetőség a fiatalabbak számára, hogy megmutassák, hogy tényleg itt a helyük? Úgy gondolom, hogy lesznek edzőmeccseink, mind a héten, mind a jövő héten, de úgy az egész felkészülés alatt, és úgy gondolom, hogy meg lehet mutatni igen mindenkinek, hogy ki mit tud, és mindenki gondolom úgy van vele, hogy amíg nincsenek itt a Európa-bajnokságon szereplő játékosok, addig teljes gőzzel ezen vannak, hogy bizonyítsanak.